9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Köszöntöm a kedves tévénézőket! Híres Rádai utcánkban számos ismert ember él. Közöttük Vastag Csaba is. Az elkövetkezendő fél órában ismerkedjünk. Ahol megszületünk, ott a helyünk, a igazi sorsunk vár. Néha elvész az ár, de a szív hazajár. Őrizd az álmot, míg él. Ez a végtelen körforgás nem múlhat addig, míg él. Legyen általa több a világ, ha az örvény le is húz még, mert a szíved túl nehéz. Emlékezz rá, emlékezz rá, mennyit élsz. Hiszed a jót, a remény melléd áll. Tied a föld, tied az ég. Decemberben lesz egy éve, hogy megismert téged egy egész ország, de én úgy tudom, hogy te azelőtt is zenéléssel, illetve énekléssel foglalkoztál, ugye? Viszonylag régóta csinálom már a zenei dolgot, és nem csak én, hogyha megnézed tulajdonképpen a műsorban, nagyon sok mindenkiről úgy ez elmondható, hogy már nagyon sok ideje próbálkoztunk azzal, hogy létrehozzunk valamiféle olyan objektív értéket, ami minket meghatároz, és az embereknek oda tudjuk adni. Ezzel nem is volt eddig semmi probléma, csak eddig nem érdekelt senkit, illetve eddig még nem jutott el az emberekhez. És azért volt, és azért még most is nagyon jó műsor az X-Faktor, azért tartom nagyon-nagyon jónak, mert egy olyan remek, objektív fóruma a művészetnek, olyan megmutatkozási lehetősége a művészetnek, ami páratlan. Magyarországon ilyen még eddig szerintem biztos, hogy nem volt. Gyermekként mit álmodtál? Mi szerettél volna lenni? Egyik dalomnak a szövege úgy van, hogy menned kell, hogy többé válj, csak ennyit tudtál rég. Ez, hogy mindig menjünk előre, haladjunk, és amit az előbb is említettem neked, ezt az objektív értékek teremtését. Én nekem mindig ez volt a mániám óvodában, amikor kicsi voltam. Azt hiszem, hogy 6 éves koromban mondtam azt, nem 5 éves koromban mondtam az óvónénének azt, hogy a csillagokat akarom elérni, mert hogyha nem akarom elérni a csillagokat, akkor a felhőket se fogom. És hogy tényleg minél magasabbra és minél tovább kell nézni, és akkor tudunk csak előre menni. Ez egy nagyon furcsa dolog ez a mi szakmánk, úgymond, vagy a mi küldetésünk, hivatásunk, mert ezt soha nem egyedül hozzuk létre, hanem nagyon sok embernek a közös együtt munkálkodása az, ami ennek az eredménynek tulajdonképpen az okozója. És most nem a zenésztársaimra gondolok elsősorban, hanem a kedves közönségre, aki meghallgatja és értékeli, és segít abban, hogy ez tovább tudjon működni. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sok díjat kaptam az elmúlt évben, amiket nagyon-nagyon köszönök. Tényleg nagyon köszönöm, viszont azt nem tudom elhallgatni, és nem is akarom elhallgatni, hogy minden a közönségtől és minden a közönségért van, minden nektek van. Ez azért fontos, mert az ember egyedül önmagában a fürdőszobában vagy a WC-be énekelhet, de nem hallgatná senki, nem érdekelné senkit. Viszont így, hogy az eredményeket közösen hozzuk létre, így tulajdonképpen mindenki részesül abból, hogy arra lemezünk van, hogy év legjobb énekese díjunk van, és nem véletlen a többes szám. A többes számot azért használom, ez a mi közös díjunk, a mi közös objektív eredményünk, amit elértünk, és ezt én nagyon köszönöm. Nagyon sokan lebeszéltek téged erről a nehéz szakmáról, de te mégis erős maradtál. Honnan sikerül erőt gyűjtened? az azért furcsa, mert ugye sokakkal ellentétben érzem, mert viszonylag már idősen, úgymond idősen kerültem be a műsorba. Ez nem szokványos valóban, hogy valaki 28 évesen még mindig az álmait hajkulásza, és erről ne is lehessen lebeszélni. Hát én ilyen voltam, és ilyen is vagyok. Valóban anyukám, apukám már több éve mondják, hogy
érdemes lenne valami normális szakmát választani, sőt apukám mindig azt szoktam, hogy legyél már te is normális ember. és nem lettem. Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha ez nem lett volna, de biztos, hogy még akkor is mindig csinálnám. Tehát most így visszanézve, utólag nem tudom, hogy mire vártam, vagy nem tudom, hogy nem is értem, hogy ezt hogy lehetett így végigcsinálni, de ilyen gyermeki vak hittel és vak odaadással és őszinte mindenkinek magamból kiszakítva mindent odaadással csináltam ezt úgy végig eddig is és ezek után is, hogy igazából nem igazán volt alapja, tehát nem volt ilyen információm még 21 éves koromban, hogy majd 28 éves korodban egyszer majd meg fogsz nyerni egy versenyt, és akkor végre már lesz értelme ennek az egésznek, amit csinálsz, hanem csak csináltam és bíztam, és emlékszem egy ilyenre, tavaly előtt egy éjszaka, akkor voltam 27, és azon gondolkodtam, hogy már mindjárt 30 éves vagyok, nem tartok igazából sehol. Abba a tervben, amit kicsi koromban kinéztem magamnak, hogy mik a terveink, mik a céljaink. Ennek a megvalósításában lényegében a magam részéről meg vagyok, de eredményt nem tudok mutatni. Tehát van zenekarom, vannak tök jó számaink, de nem ismerik az emberek. Vagyok én, igyekeztem tanulni mindig, képezni magam, igyekeztem a színház irányba, film irányba, mindenféle irányba elmozdulni, de azt a átütő, mindent érintő nagy sikert nem csináltam meg még addig, és pont ezen gondolkodtam így a 27 éves koromban, hogy ez most akkor hogy lesz? Most, hogy őszintén nézzünk egymás szemébe, mondtam ezt magamnak, hogy lesz ez, hogy akkor ez csak majd lesz egy éjszaka, amikor 35 leszek, és akkor is ugyanígy fogok feküdni, és akkor is ugyanerről fogok gondolkodni magamnak, és azt fogom mondani, hogy nem baj, ettől függetlenül menjünk tovább és csináljuk. És tulajdonképpen arra jutottam, hogy ha lett volna egy olyan éjszaka a 35 éves koromban mindenféle történés nélkül, akkor biztos akkor is azt mondtam magamnak, hogy igen, csináljuk tovább. Kicsi koromtól kezdve apukám is, anyukám is, és saját magam is arra neveltek, és arra neveltem én is magamat, hogy úgy igyekezzem az objektív értékeket létrehozni, hogy ne csak ilyen csillivilli, kifele mutatós, de amúgy értéktelen dolgok legyenek, hanem tényleg legyen mögöttük olyan átgondolt és értékes valóság, értékes eredmény, amit beletettünk, ami a büszkék tudunk lenni. Én láttam, hogy dolgoznak világsztárok, tényleg találkoztam nem egyen, nem kettővel, fel is léptem a Black Eyed Peas című zenekarral, fel is léptem együtt annak idején 2008-9, nem tudom, mikor voltak itt Magyarországon, és megnyertem egy énekversenyt, aminek az volt a fődíja, hogy a Black Eyed Peas zenekarral együtt álltam színpadra az arénában, ami azt jelentett, hogy mellettem álltak Fergie, Will.i.am, ott voltak a Black Eyed Peas körülöttem, ami tényleg hihetetlen volt, és ott láttam azt a fajta profizmust, hogy ők semmit nem bíznak a véletlenre, hogyha valamiről azt hiszed, hogy na de jó poén volt, biztos ezért most találtak ki, jó, lehet, hogy akkor találtak ki, vagy lehet, hogy akkor találjuk ki, de többnyire az irányok, az elvek, nagyon sok munka által begyakorolva, pontosítva, honnan jön a fény, hová állok én, mikor jön be, mikor szólal meg, tehát ezek ilyen, most próbálok a Madách Színházban például, a fáraó szerepét kaptam meg a József és a színes vásznú Álomkabát című színdarabban, és próbálok minden nap, most is próbálok fogok innen menni, viszont minden egyes másodperc, amit a színházban eltöltök, az egy hihetetlen tanulás, egy hihetetlen fejlődés. Szirtes tanár úr, a direktor úr olyanokat tud mondani, hogy tényleg nagyon kell figyelni, mert minden egyes szava arany, tehát minden egyes szavából többet lehet tanulni, mint bármiből. Például egyébként neki is ez az elve, hogy a gyakorlás. Múltkor pont ezt beszéltük a színpadon, hogy addig kell gyakorolni, amíg már nagyon-nagyon unod, és már nem is érdekel, és akkor el kell kezdeni még tovább gyakorolni. A tehetségkutató után igazából 180 fokos fordulatot vett az életed. Ezt az életet akartad? Igen. Vagy még ilyen ebbet, igen. Tehát, hogy sokan jönnek ezzel a kérdéssel, hogy bírod, és hogy mi van veled, látszik, hogy olyan fáradt vagy, és hogy tulajdonképpen, hogyha arról van a szó, akkor
A közönséget annyira tisztelem, hogy ha kell, akkor minden sejtemet szétosztanám, tudod? Ezért sokan támadnak ezzel, hogy miért van az, hogy ilyen sokat miért fellépni, és hogy ez micsoda dolog, és hogy a szakmától is, hogy a szakmának is jobb lenne az, hogy inkább nagyobb koncerteket csinálnék, és csak keveset, és nem ilyen sokat. De az a helyzet, hogy azt a sok szépet és jót, amit kaptunk a kedves közönségtől, ezt igazából nem lehet elégszer, és nem lehet eléggé meghálálni. Én mégis megpróbálom minden egyes nap. Megfigyelhető, hogy nagyon sok szám az élet küzdelmeiről, a harcról szól. Ez jellemzi a te karakteredet, a te egyéniségedet? A dalaim az igazságról szólnak szerintem. Nagyon, attól függetlenül, hogy művész típusú ember vagyok, nagyon igyekszem reálisan gondolkodni, és igyekszem mindenek megfogni azt a alap lényegét, azt a eszenciáját, amiről szól. Úgyhogy nekem például egy póló, az egy póló, és tök mindegy, hogy mi van ráírva, vagy egy cipő, az egy olyan dolog, ami attól véd, hogy hidegbe kell mászkálnunk téren, vagy esetleg megsérülni a lábunk. Tehát, hogy én nagyon funkcionálisan gondolkodó emberek egyébként, és a dalaim is igyekeznek ezt a fajta lényegét megtalálni mindenek, mind a szerelemnek, mind a dolgok működésének, a kapcsolatoknak, tehát a küzdelemnek, a harcnak, az előrébbításnak. Tulajdonképpen, hogyha van egy lehetőségünk, mindannyiunknak megvan egy lehetőségünk az, hogy élünk. Ez egy alap adott lehetőség, hogy itt vagyunk. És akkor miért ne próbálnánk egy csomó mindent, nem? Tehát akkor otthon üldögélni és DVD-t nézni, és várni, hogy teljen az idő. Annak itt túl sok értelme nincsen szerintem, bár megmondom őszintén, én is csináltam ilyet. Tehát nekem is volt ilyen korszakom, amikor arra vártam, hogy teljen az idő. De az a helyzet, hogy arra jöttem rá, hogy nem kell elvárni, mert telik magától is, és elég gyorsan. Hihetetlen rövid egy nap, hihetetlen rövid egy év. Én 5 perce voltam még csak 20 éves, és most meg már eltelt 10 éve, tehát pedig a 20 éves születésnapomra emlékszem minden mozdulatra. A 18. születésnapomból emlékszem még arra is, hogy milyen üdvapok voltak. Szóval, és az itt volt egy perccel ezelőtt. Úgyhogy nem érünk rá tétlenül szemlélni a világot, aktív alakítónak részesének kell lenni. A tehetségkutató alkalmával volt egy pont, ami nagyon megrázott téged, és ez a testvéreddel való megküzdés volt. Ez hogy sikerült leküzdeni, illetve most milyen a viszonyatok a testvéreddel? Úgyhogy aznap este igazából nem a testvéremmel küzdöttem. Jó volt a kérdés, megküzdés. Nem a testvéremmel küzdöttem, hanem magammal. Igazából az egy nagyon nehéz este volt, és nagyon sok koreográfia volt rá bennem, hogy mit fogok csinálni. Az első gondolatom az volt, hogy kimegyek, elkezdem a dalt, és lerakom a mikrofont, és megmondom, hogy köszönöm szépen, én nem fogok az öcsémbe párbőzni. Ez volt az első. A másik az volt, hogy el sem kezdem a dalt, csak lerakom a mikrofont, és elmondom, hogy köszönöm szépen, de a testvérem ellen biztos, hogy nem fogok küzdeni, mert nem akarok, tehát hogy ilyen nincsen, és lerakom a mikrofont. A harmadik variáció, és ez történt igazából, amit a Tomika akart igazából, hogy a Tomikának volt a közös megegyezés által tulajdonképpen elfogadott véleménye és ötlete, hogy azok a kedves emberek, akik ilyen sokat szavaztak ránk, azok nem tehetik azt, nem láthatják azt, hogy így viselkedünk, hogy nem éneklünk, és még nem tehetjük azt meg, hogy valaki lehet, hogy már több ezer forintot szavazott rám, és cserbe hagyom azáltal, hogy csak lerakom a mikrofont, és ott a lovam, akire fogadtam, vagy ott a játékosom, vagy az énekesem, vagy akiért én szurkolok, és belekötöttem egy csomó pénzt már, csomó ideig bíztam benne, tökre szerettem, remélem még szeretni is fog, és akkor egyszer csak így azt mondja, hogy hát ő nem énekel. Tehát így ezért azt választottuk a Tomikával, hogy oké, akkor legyen így, ha már így történt, a dalokat el fogjuk énekelni, nem fogunk még csak véletlenül se direkt rosszak lenni, vagy ilyesmi, vagy elrontani, vagy ilyenek, hanem a lehető leges legjobbat akarjuk kihozni magunkból, mégpedig azért, mert kicsit kiszúrva a rendszerrel egymásnak fogunk énekelni, és nem
nem a mentoroknak, hanem egymásnak ajánljuk föl ezeket a remek dalokat, azért, hogy megmutassuk a másiknak azt, hogy mennyire szeretjük és mennyire tiszteljük. Hogyha 5 szóval kellene jellemezned magad, mi lenne ez az 5 szó? 5 szó? Ezek legyenek jelzők? Most mondhatnám az előbbi ez az, hogy munka, ezek az 5 szó lenne, de illetve 5x1, de hát talán a... Igen, az a baj, hogy ezzel az ember teljesen elárulja azt, hogy milyen ő maga. Ez furcsa. Nem biztos, hogy belefér 5 szóba, de az első az egyébként tényleg a munka. A második a család. És itt most nem rangsort mondunk, ezek mind egymás mellett vannak, és nem egymás alatt. Csak eszembe jutási sorrend szerint mondjuk, jó? Hát a család nekem nagyon-nagyon fontos. Anyukám, apukám, a testvéreim, tényleg a családunkra nagyon-nagyon vigyázni kell, és ezt mindenkinek üzenem. Ez a testvéremmel, a közös duettünknek az egyik legfontosabb üzenete, pont ez a egymás kezét megfogás, az együttlevés, együttcsinálás, a testvériség, a barátság, az összefogás, ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert azt hiszem, hogy erre van szükség ma Magyarországon is, meg a világban is. Tehát kezdjük kicsit elfelejteni azt, hogy mi tulajdonképpen ugyanazok vagyunk, ugyanolyanok vagyunk, és mindenki csak a saját maga hülyeségét hajtja, mindenki csak a saját pénzét, meg a saját érdekeit tolja. Igazából ezt mire mész fel? 90 éves korodban, amikor majd ott fogsz feküdni, akkor hú, de jó nyomtad, wow, sokra mentél vele, hogy 10 kocsid volt, meg mindenkit átvertél, és csak törtettél a magad hülyeségére. A vége ugyanaz lesz. Neked is, meg nekem is, meg mindenkinek, érted. Ezért kicsit el kell kezdeni globálisabban gondolkodni szerintem, és egymást is észre kell venni, hogy ugyanazon a pályán játszunk, vagy ugyanazon a szintéren vagyunk. Tehát segíteni kell a másikat, ez nagyon fontos dolog. Úgyhogy a család. A harmadik lenne talán a gyerek. És nem azért, mert gyereket akarok, hanem azért, mert én magam gyereknek gondolom magam. Én még mindig úgy érzem magam, mint hogy egy középiskolába ragadtam volna nagyjából. Vagy inkább, hát általános iskolában már azért nem, de középiskola harmadik osztályban érzem magam nagyjából. Középiskola második, harmadik. És ott szaladta így minden nagyjából. Én még ott vagyok a Művházban, a Művházas gyerekkori koncertem, a gyerekkori zenekarommal. Apukám reggel csinálja az omlettet, vagy a rántottát, vagy mondjuk nagyon sok rántottát. Annyi, nálam több rántottát szerintem senki nem evett egyébként. Jó szalonnával, hagymával. Aha, nagyon. És nagyon szeretek is főzni egyébként. Ez a szalonna téma azért fontos, mert most is, hogyha belegondolok, kicsi koromban mindig arra ébredtem föl, hogy tudod, így alszol a szobádba, az emeleten, és akkor... Na, apukám már... És van ez a hang hozzá, az apukám már más üti a szalonnát, a tojás, hagyma, paprika. Úgyhogy meg is éheztem most, hogy beszélünk erről. És jöhet az ötödik. Igen. Legyen a közönség. És a közönség abba a tekintetben, hogy most már nem akarom ezt tovább taglalni, mert már sokat beszéltem erről a témáról, de hogy én nagyon hiszek a közönségbe, és nagyon... Az a helyzet, hogy nagyon sokan hülyének nézik a közönséget, és nagyon sokan úgy vannak fel, hogy jó nekik, majd ez is, majd izé, meg úgy se tudnak gondolkodni, meg mit tudom én. Tehát hogy nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy alapvetően az emberek, amit adunk, azt kapják, nincs más. De egyébként nyilván, amit látsz a tévében, vagy amit adnak, azt kapod, elfogyasztod, az kész. Én ennél sokkal jobban hiszek a közönségben. Sokkal jobban hiszek az emberekben, külön individuumként is, és gondolkodó lényként mindenkiben nagyon hiszek. Itt az utcában is, csak hogy kicsit beszéljünk arra, hogy hol lakom, a 9. kerületén nagyon-nagyon szeretem, az utcában is nagyon sok mindenkivel szoktam beszélni, és a dalaim, a lemezem, a videoklippem, minden, amiket így csinálunk, ezek is közös munkák, és van úgy, hogy tök ismeretlen emberektől kérdezem meg, hogy mi a véleményük bizonyos dolgokról. Én tényleg érdekel, hogy mi a vélemény, mi a visszajelzés. Tehát a legutóbb a parkoló őrrel beszélgettem meg például azt, hogy melyik legyen az első dalom a rádióban. Hát ilyen teljesen nem fizetek azért 100 millió forintot, hogy elmegyek egy nagy média guruhoz, aki majd megmondja azt, hogy
hogy Csabika, neked ezt meg azt kell csinálni. Lehet, hogy itt a szomszéd menzán a konyhásnél lesz a megmondója. A közönség által ki lett rólad alakítva egy szívtipró imázs. Hogy sikerült erre megoldást találni, hiszen nem régiben megkaptad az év pasia címet is. Természetesen az ember igyekszik a küllemmel is foglalkozni, de nem az elsődleges. Nekem a zeném az de nálam. De zavar téged? Fontosabb. Nem zavar. Az zavart egy picit talán, hogy a műsorban ez a fajta irány, ez talán egy picit néha elvette a fókuszt a lényegről. Mert most nem akarom magam nagy emberekhez hasonlítani, és ne is érts félre, most végképp ne, hogy most azt fogja mindenki, hogy mekkora nagy képűek, de most nem csak ez egy példa, hogy a Brad Pittnek azt mondták, hogy annak idején, hogy ő a szőke herceg a fehér lovon, és más nem lehetett csinálni. És fogta magát, vannak ilyen képek az interneten, meghízott, ekkora szakát növesztett, nagyon-nagyon hosszú haja volt, és menekültem az egészbe, tehát direkt az ellenkezőt akarta csinálni. Azért, hogy megértsék azt, hogy mi a lényege, mi a művészete. Akkor megnevezted a hajad? Volt már hosszú hajam, igen. És voltam elhízva is egyébként. Szóval ez egy nagyon kedves dolog, és nagyon, én is tökörülök neki, de a fókusz ne veszítsük el, tehát a lényeget, a zenét, a művészetet, azt nem szabad elveszíteni, és talán ezért volt egy picit ilyen furcsa ez, amikor mit tudom, én énekeltem egy dalt, és szerintem nem volt rossz mondjuk, és akkor azt mondták, hogy jó, de úgyis jó képű gyerek vagy, vagy az majd elviszi. Szóval az én tanulásom, az én törekvésem az mindig a művészet irányba igyekszik menni. Tehát hogyha valamiben fejlődni akarok, akkor az éneklés, meg a zenetanulás, most fogok járni zongorára. Tehát, hogy tudod, hogy miért van ez? Azért van, mert teljesen logikusan, és szerintem igaz módon azt gondolom, hogy a belső értékek sokkal hosszabb távon megmaradnak. Hogyha felkérnének egy aktfotózásra, elvállalnád? Aktfotózásra? Uh-huh. Hát most nem, most éppen nem. De hogy adnának rá egy kis időt, akkor lehet. Kiterült előtted egy új világ. Melyiket szereted jobban? A színház világát, vagy az éneklést? Igyekszem tökéletesíteni a szerepet, a figurát, a dalokat. Most éppen egyébként innen egy énekpróbára fogok menni, aminek az a lényeg, hogy eléneklem 800 feladalat, és különböző hangsúlyokkal, különböző ritmusokkal kipróbálom, hogy hogyan lesz majd nekem jobb. A szerepet nagyon szeretem, ez egy jó szerep, jó, a fáraó, ez egy hülye, ez egy jó figura. Még gondolj bele, hogy valaki egy egész világura, tehát egy egész kontinensnek az uralkodója, és közben meg Elvis imitátor egyébként, tehát hogy ugye Elvis kell játszani, és ugyanúgy paróka, meg minden, meg Elvis ruha, szóval tiszta poén, és közben rekendő dolgokat kiabál. Akkor élvezett a próbákat. A fáraó. Aha, szóval igen, és közben tánc van meg. Én régen is táncoltam, 11 vagy 12 évig táncoltam körülbelül, akrobatikus rock'n'roll című tánc stílusban, és 2000-ben azt hiszem, vagy nem tudom mikor voltunk országos elsőek is a táncpartneremmel, tehát ezt elég komoly hivatásnak fogtuk fel, és itt is vannak ilyen akrobatikus elemek, meg ilyen picit ilyen régi rock'n'roll, boogie-woogie, inkább rock'n'roll tánctépések, úgyhogy ez nagyon, nagyon szeretem, igen. Eddig ugye egy videóklippetek jelent meg a testvéreddel. Saját videóklippet mikor fog megjelenni? Saját videóklippemet, azt mondja, most a 19-e, saját videóklippemet holnap után forgatjuk, ha jól számom, igen. Tehát szerdán. Most forgatjuk két nap múlva, és ez a Már Tudom című dalra lesz. Érdekes a Már Tudom egyébként, mert amikor arról gondolkodtunk, hogy melyik dal legyen az első, amelyeket rádióba elvisszük, akkor nem erre gondoltam egyébként. De van egy másik dolog, az a cím, hogy a menedék. Az egy sokkal, sokkal komolyabb szám, sokkal rokosabb, sokkal ilyen odamondósabb. Viszont azért döntöttünk emellett, mert ez meg egy sokkal ilyen barátibb, sokkal közvetlenebb dal. Tehát ez nem olyan, mintha rárontanál valakire, hogy na, ez vagyok én, és hallgass meg, és hanem egy ilyen kis figyelemfelkeltő, kézfogós, poénos az a refrénje, hogy nem sózod el a kávét, tehát még ez is ilyen poén. A rádióban most viszonylag jól játszák, tehát elég sokat megy, neki nagyon örülök, és annak is nagyon örülök, és ezt miatt még elfelejtem el, hogy mondjam, hogy a múlt héten lett a lemezem aranylemez, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, nagyon köszönöm mindenkinek. A videoklippem az érdekes lesz, mert valószínűleg gyerekkori barátaimat fogom felkérni a szereplésre, hogy szerepeljenek benne. Úgyhogy a
az eddig megszokottak a lehetében nem modellek lesznek, és nem színészek, és nem... Illetve lehet, hogy lesznek színészek is, mert vannak színészbarátaim, de ez már még kialakult. Tehát, hogy én nem csinálok egy nagy castingot rá, hogy ki a legjobb nőnek, ki a legjobb csávó, tehát így nem... Abból dolgozunk, ami van. Otthon, város, Ferencváros.